Szeptember 24-én választást tartanak Németországban. Ez meghatározó abból a szempontból is, milyen irányt vesz a továbbiakban az Európai Unió, például az eurozóna reformja, a katonai együttműködés vagy a migráció terén. Az Euronews erről szervezett vitát a strasbourgi Európai Parlamentben. Az Európai Parlament tagjai ülnek itt velem, akik érdeklődéssel várják az eredményeket. Üdvözlöm Önöket, engedjék meg, hogy bemutassam a jelenlevőket. Dimitrios Papadimoulis Görögországból érkezett, az Európai Parlament egyik alelnöke, az egységes európai baloldal északi zöld baloldal képviseletében. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Marietje Schaake Hollandiából, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért frakció képviseletében. Köszönjük, hogy itt van. Két német képviselőnk van, egy kereszténydemokrata és egy szociáldemokrata, a pártjai koalícióban kormányoznak. David McAllister és Udo Bullmann, üdvözlöm Önöket műsorunkban. A közelmúlt francia és amerikai választásaihoz képest meglehetősen álmos kampány áll mögöttünk. Papadimoulis úr, kiváltott ez a kampány bármilyen érdeklődést Görögországban? Ön mit szól az eddigiekhez? Nem csak a görögöknek, hanem az egész Európai Uniónak fontos ez a kampány, hiszen Németország az eurozóna motorja, a legerősebb gazdaság. Az a kérdés, hogy az új kormány kitart-e a Schäuble-doktrína mellett, a német Európa mellett, amelyben a növekedés nem elsődleges, hogy megtörténik-e az eurozóna átalakítása, ahogy Macron is javasolta, vagy elindulunk egy európai Németország irányába, amely hajlandó befektetni az európai egység folyamat felgyorsításába. Beszélnek a görögök a német kampányról? Persze. Mi a helyzet Hollandiában? Németország a nagy szomszéd. Schaake asszony, önnek mi a véleménye a kampányról? Ez természetesen egy nagyon fontos választás Európa jövője szempontjából. Szerintem sokan már szívesen túl lennénk rajta, hogy a kontinens jövőjére koncentrálhassunk. Hollandiában különben sokan elképedve nézték a vitát, ahol a két jelölt nyugodtan vitatkozott érdemi témákról. Nyoma sem volt annak a verbális paradicsomhaigálásnak, ami más országokban velejárója az ilyen vitának. Igen, azt hiszem, a vita tényleg elég nyugodt volt. Nem titok, hogy sokan adottnak veszik, hogy Merkel jön vissza egy negyedik ciklusra. A közvéleménykutatások már fél éve egyértelműen ezt mutatják. Mit mond ez a németek lelki állapotáról? Nyilvánvalóan nem akarnak változást, nem akarnak valakit, aki felrázza a dolgokat, mint Donald Trump. Mit gondolnak a németek, McAllister úr? Az én meglátásom szerint a választási kampány talán nem olyan sima, mint ahogy ön mondja. Több tízezer politikus és aktivista járja az utcákat minden nap a nagyobb részvétel vagy a jobb eredmények kedvéért. Azt gondolom, hogy a kancellár asszony megnyeri majd a választást. A németeknek jó okuk van rászavazni, hiszen ő a stabilitás záloga Németországban és Európában egyaránt. A német gazdaság jól teljesít, a költségvetés egyensúlyban van. Mi vagyunk az európai gazdaság motorja. Németország jó úton halad, amiről nincs értelme letérni, de bizonyos területeken természetesen szükség van reformokra az elkövetkező években. A németek nem szeretik a kísérleteket, márpedig Angela Merkel kormányzásának egyetlen alternatívája lehet. Egy Martin Schulz vezette kormány a zöldekkel és a szocialistákkal koalícióban, amit a németek nem akarnak. A stabilitás záloga. Bullmann úr, ön is része ennek a rendszernek, hiszen tagja a szociáldemokrata pártnak. Martin Schulz nehéz helyzetben van, nem? A pártja benne van a kormányban, nem igazán tudja magát megkülönböztetni Merkel asszonytól, még úgy sem, hogy több tényező is kedvezhetne a szociáldemokratáknak. Van egy csomó időszerű téma, mint a társadalmi igazságosság, a jóléti állam védelme, amelyben lehetne igény a szociáldemokraták megoldásaira. Ilyen körülmények között miért nem népszerűbb Martin Schulz? Is Martin Schulz not scoring more points in this environment? Mielőtt nagyon elszomorodnánk a közvéleménykutatások miatt, ne felejtsük el, hogy a kampány szeptember 24-én este 6-ig tart. Akkor fogjuk megtudni, mit akarnak a németek. Nem érdemes megjósolni a választás eredményét, hiszen minden nap folyik a kampány. Azt is el kell mondanom, hiszen mi most az európai perspektívából igyekszünk értékelni a kialakult helyzetet, hogy Európa óriási kihívásokkal szembesült az elmúlt években, és ezek egy részére még mindig meg kell találni a választ. Ilyen értelemben elképesztő volt látni a vitát, amelynek rögtön a kezdetén Schulz hozta szóba Európát. A német közönség általában nem törődik sokat azzal, hogy mi történik Európában. De Martin Schulz ezen a változtatáson a kampányában. A szociáldemokraták behozták a kampánytémák közé Európát és az Európai Uniót. A Bloomberg nemrég a politikai innováció szilícium völgyének titulálta Németországot, ahol új intézmények, politikák, ideológiák születnek. Schaake asszony, mit tanulhat Európa Németországtól? Azt gondolom, hogy Németországnak nem ártana némi innováció, hogy a kreatív iparágak, a startupok nagyobb szerepet kapjanak a gazdaságban. Én meglehetősen örömmel fogadnám, ha Németország jobban a jövő iparágai felé fordulna. Hogy mit tanulhatnak az európaiak Németországtól? Sok mindent. Igazából nem értek egyet azzal, hogy Németország túlságosan saját magára fókuszál. Szerintem akár a védelmi kérdéseket, akár a külpolitikát nézzük, Németország képes volt megszabadulni a történelmi terheitől, és felvállalni a rárót globális szerepet, amikor erre szükség volt. Remélem, ez a trend folytatódni fog. Minden oldalnak van mit tanulnia egymástól. A görögök például, vagy más tagállamok, a német gazdaság fejlődéséből tanulhatnak. Ugyanakkor a német vezetésnek, a német népnek is van mit tanulnia, hogy a növekvő egyenlőtlenségek, észak és dél, gazdagok és szegények, az európai régiók között. Nem csak az európai integrációs folyamatra, hanem a német érdekekre is veszélyt jelentenek. Szerintem a következő német kancellár és kormány számára az lesz a legnagyobb kérdés, hogy európai Németországot akarnak-e, vagy pedig mennek tovább a Schäuble-doktrína szerint a német Európa irányába. Az egyik legfontosabb kampánytémára szeretnék most rákanyarodni. A közvéleménykutatások szerint pedig ez egyértelműen a bevándorlás. Milyen tanulságokat lehet levonni az elmúlt 2 év történéseiből? A téma már nem szerepel a címlapokon, de ha a németeket kérdezzük, számukra ez a legfontosabb kérdés. McAllister úr, mit gondol erről? Azon túl, hogy a német gazdaság jól teljesít, és hogyan lehet ezt a tempót fenntartani, a bevándorlás is kétségtelenül fontos kampánytéma. Mindannyian tudjuk, hogy 2015 sok kihívást tartogatott Németországnak, hiszen 1 millió ember érkezett az országba. Tudjuk, hogy ez nem fog újra megismétlődni. Azóta sok mindent tettünk, hogy jobban képesek legyünk megvédeni a határainkat, hogy kontroll alatt tartsuk az illegális migrációt. Én azon a véleményen vagyok, hogy külön kell választani a menekültek, menedékkérők ügyét, akik Európába, közelebbről Németországba jönnek. Felelősséggel tartozunk azért, hogy ezek az emberek védelmet, menedéket kapjanak. Ugyanakkor harcolnunk kell az Észak-Európába, különösen Németországba tartó illegális migráció ellen. Én megértem, hogy sok százezren akarnak Németországba jönni gazdasági okokból, de ezt jobban meg kell szerveznünk. És Németország tisztában van vele, hogy ezt Európában csak együtt tudjuk megcsinálni. Schaake asszony egyetért? Azt kérdezte, milyen tanulságokat vontunk le. Azt gondolom, el kell lépni a pártprogramoktól kicsit. Értem, miért csinálják ezeket, de nekem most nem kell kampányolnom. Ha megnézzük Németországot és megnézzük a kancellárasszony tevékenységét, akkor azt látjuk, hogy a kritikus pillanatban mindig hibátlan erkölcsi érzékkel és bátor vezetőként lépett fel. Szerintem ezt mindenki elismeri Európában. Ez a menekültválság során is így volt, amikor tömegek indultak meg Németország és Európa felé, de ő azon az alapon cselekedett, hogy azoknak, akik a háború elől menekülnek, a nemzetközi jog alapján a németek kötelesek menedéket nyújtani. Papadimoulis úr, az egész bevándorlási ügyben nagyon fontos partner az önök szomszédja, Törökország, ahol a helyzet eléggé elfajult. Vajon még rosszabb kell, hogy legyen a helyzet, mielőtt elkezd javulni? Hogyan lehet kezelni Törökországot? Kell egységes európai válasz? Több energiát kell fektetni az európai közös megoldásokba. Szembe kell nézni a menekültválsággal. Arányosan le kell telepíteni a menekülteket. Szembe kell szállni az olyan tagállamokkal, mint Lengyelország és Magyarország, amelyek nem tesznek eleget a kötelezettségeiknek. Végre kell hajtani a Genfi konvenciót. Az 500 millió lakosú Európai Unió el tud helyezni 1,5 millió menekültet. Nagy kár, hogy ezt akadályozza a nacionalizmus, ami még Németországban is jelen van. Gondoljunk csak az AfD-re, ami egy szélsőjobb párt. McAllister úr, hogyan lehet határozott választ adni Erdoğannak és támogatni a török ellenzéket, hiszen még mindig sokan vannak Törökországban, akik szorosabb kapcsolatot szeretnének az Európai Unióval? Itt elég szűk a mozgástér. Meddig mehetünk el? Törökország nagyon fontos szomszédunk és partnerünk, szövetségesünk a NATO-ban. Az ország, ahol Bullmann úrral élünk, több millió török származású ember otthona is egyben, akik közül sokan ma már német állampolgárok. Engem személy szerint nagyon elszomorítanak a törökországi fejlemények. Az ország egyre távolabb kerül a közös európai értékektől, éppen ezért azt gondolom, hogy be kellene fagyasztani a török csatlakozási folyamatot az Európai Unióhoz. Nincs értelme tovább tárgyalni, újabb tárgyalási fejezeteket megnyitni az Erdoğan rezsimmel. Egyik oldalról világosan el kell mondanunk, hogy nem toleráljuk az újabb fejleményeket Törökországban, mert ellentétesek az európai értékekkel. Ugyanakkor nyitva kell tartanunk a diplomáciai csatornákat Ankara felé, és azt sem szabad elfelejteni, hogy az utolsó választásokon a török állampolgárok 48%-a nem Erdoğanra adta a voksát. Éppen ezért fenn kell tartani a demokrácia és a civil társadalom megerősítésére tett lépéseinket Törökországban. Bullmann úr? Én is azon a véleményen vagyok, hogy különösen a mi hazánkat erős gazdasági és kulturális szálak, erős kapcsolatok fűzik Törökországhoz. Ha csak egyes kulturális termékeket nézünk, mondjuk a filmeket, akkor is látszik, hogy van egyfajta párbeszéd, kulturális cserekereskedelem a két ország között, amit soha nem szabad feladni. Különösen ragaszkodnunk kell török barátainkhoz, a fiatalokhoz, akik nagyon várják a változást, a demokratikus értékek kiterjesztését, a szabad elvű társadalmat. Nem szabad csalódást okoznunk nekik, nem szabad feladni. Ez fontos mércéje a tevékenységünknek. Nem szabad megengedni, hogy ne tartsák tiszteletben a polgáraink emberi jogait. Nem szabad megengedni, hogy lábbal tiporják az emberi jogokat. A média nagy örömmel nyugtázta a közelmúltban, hogy újraindult a francia-német együttműködés, mint az unió motorja. Mit gondolnak erről? Hogyan látják a helyzetet? Mi várható? Megalapozott a várakozás, hogy gyorsabban haladunk előre? Schaake asszony, kezdjük önnel. Ez egyszerre lehetséges és szükséges. Olyan vezetés kell a tagállamokban, amely megérti, mit kell tenni odahaza azért, hogy visszaálljon az Európa iránti bizalom. Sok minden történhet. Vegyük Emmanuel Macront és az ő reformterveit. Szerintem Macron fontos lépést tett a cél felé. Őszintén szólva, ahhoz, hogy Németország megmozduljon és visszavonjon párat a megszorító intézkedések közül, amelyekre egyébként égető szükség volt a bizalom visszaállításához, illetve azért, hogy mindenki lássa, hogy a megegyezéseket be kell tartani. Az kell, hogy Franciaország legalább belekezdjen a reformokba. Akkor Németország már segíthet, hogy az ország elérje a kitűzött növekedési célokat, és kikerüljön abból a nagyon nehéz helyzetből, amibe került. Azután más országokkal összefogva elindulhatnak egy a globális szintéren is számottevő Európa irányába, mert erre van szükség. McAllister úr, önnek vannak személyes kötődései az Egyesült Királyságban. Erősebb lesz a francia-német tandem a brit kilépéssel? A francia-német barátság valami egészen egyedi, különleges dolog. Nincs másik ország, amelyik ilyen közel állna Németországhoz, és mind tudjuk, hogy a német-francia tandem az európai fejlődés motorja. Szerintem az európaiak felkészülhetnek arra, hogy a német választások után, amint feláll az új kormány, Németország és Franciaország konkrét javaslatokkal áll majd elő az Európai Unió és különösen az eurozóna modernizációjára. Ugyanakkor az is fontos, hogy Franciaországnak és Németországnak a változás élére kell állniuk, de nem szabad kényszeríteni, zsarolni a többi 26 tagállamot. Az Európai Unió 28 szuverén tagállam közössége, amelyek azonos jogokkal rendelkeznek, függetlenül attól, hogy kicsik vagy nagyok, azonos tisztelettel kell kezelni őket. Vezessen a német-francia tandem, de ne erővel, hanem a többieket inspirálva, befogadóan. Én ezt kívánom a jövőre nézve. Bullmann. Dominancia helyett inspiráció, ezekkel a szavakkal tudnám összefoglalni, mit gondolok a témáról. A németeknek és a franciáknak proaktívnak és együttműködőnek kell lenniük, amikor patthelyzet alakul ki Európában, amikor megoldandó problémák ütik fel a fejüket szerte a kontinensen. Ugyanakkor mindkét félnek tisztában kell lennie azzal, hogy különösen a frontvonalban, a periférián, nem volt valami bátor dolog az összes dublini kötelezettséget Görögországra és Olaszországra hárítani. Merkel asszony bátor volt akkor, amikor Magyarországon helyzet volt, ezért sokat dicsértük. Ugyanakkor strukturálisan nem igazán jó ötlet magukra hagyni egyes tagállamokat. Ki kell alakítani egy új, közös álláspontot a menekült politikában, és közös álláspont kell abban is, milyen reformokra van szükség a megszorításban. Után. Említette a reform folyamatot. Franciaország és Németország vajon egyetért, ami a szükséges reform mélységét és a bevezetés gyorsaságát illeti? Nekem az a benyomásom, hogy Emmanuel Macron sokkal ambiciózusabb, mint Angela Merkel. Mert sok munka van hátra. Ha a politikai realitásokat nézzük, lehet, hogy Franciaország alárendelt szerepbe kerül ebben a szövetségben? Elfogadná ezt Franciaország? Ha a németek intelligensen állnak hozzá, akkor egyenlő felekként kezelik a franciákat. Papadimoulis úr, megcsinálta Görögország a házi feladatát? Mit vár a francia-német együttműködéstől? Én azt gondolom, hogy Görögország sokat tett az elmúlt években. A görögök sokat szenvedtek az elmúlt időszak rossz kormányzása miatt, de lassan talpra állunk. Most azonban nem csak Görögországnak, hanem az egész euróvezetnek új lapot kell kezdenie. Nem csak a monetáris unióról van szó. Szorosabb politikai és gazdasági unió kell. Erősebb költségvetés. Olyan növekedés, amely senkit nem hagy az út szélén. Erősebb kohéziós politika. Ugyanis nem csak Európa, hanem a világ számára is fontos, hogy az európai egység ügye előre menjen. Ez a leginkább előremutató elképzelés. Szerintem a Francia-Német Szövetség jó szolgálatot tesz majd, de nem szabad elfelejteni, hogy 28, vagyis hamarosan 27 tagja van az uniónak. Fontos észrevenni a növekvő egyenlőtlenségeket észak és dél között. Az emberek és a régió közti kohézió hiányát, és úgy dolgozni a közös jövőnkön, hogy annak pozitív aspektusaiból minél többen részesüljenek. Bullmann úr, ön szerint igaza van Angela Merkelnek, aki szerint a németek minden idők legjobb